Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Hogy a 250/221 május 17-én kelt kormányrendelet alapján vendégek az iskola épületében nem tartózkodhatnak, ezért a ballagási ünnepség megkezdése előtt 9 óráig szülők, hozzátartozók számára virágátadásra van lehetőség itt az udvaron. Megkérem kedves vendégeinket, hogy a kormányrendelet előírásait betartva orrot és szájat eltakaró maszkot legyenek kedvesek viselni. Köszönjük szépen! Az a szép az egészbe, hogy...
Hetedik osztályosok nevében fogadják meg szeretettel boldog karisznájukat. A boldogásokhoz gratulálunk! És további szép napot kívánok! Én is gratulálok a boldogásokhoz. Nagyon boldog középiskolás évetet kívánok, és aki még nem vette el tőlem a világot, vegye már el! Minden emléket már itt
van, most még mind itt vagyunk, senki nem szól, hallgatunk. Szép és csendesebb, eltekülünk közelebb, ez a búcsú éjszaka, szóljon a hozzád jó barát. Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik. Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Böjte Csaba szavaival sok szeretettel köszöntöm a 8. A-osztály tanulóit. Aszódi Csanád, Balajti Boglárka Mira, Beke Levente, Bíró Barbara Csilla, Erdei László, Fábián Gábor György, Ferenci Dániel, Ferenci Zsolt, Győri Ádám Ferenc, Kálmán Nagy Csenge, Kovács Luca, Madar Szilvia Nóra, Mészáros Lajos Ádám, Nagy Imre, Örlős Anita Beáta, Péter Gréta, S. Nagy János Gábor, Szabó Krisztina Éva, Szentesi Adrien, Szombati Fanni Rebeka,
Szűcs Dorka Barbara, Tóth Erika Erzsébet, Tóth Vilmos, Törzsök Hanna, Újvárosi Dorina, Varga Károly, Varga Viktor, valamint az osztályfőnök, Virizló Csaba Szabolcs. Indulj el, csak szeress önzetlenül, és a szeretet mindenre megtanít. Böjte Csaba gondolataival sok szeretettel köszöntöm a 8. B osztály tanulóit. Balázs Elek Pál, Bodó Levente Géza, Csanádi Dániel, Demeter Erik Elemér, Ferenci Norbert, Györfi Edit, Horváth Zsolt, Jász Gergő, Kabai Imre, Kereki Gabriella, Králik Zoltán Balázs, Pap Gábor, Szabó Szonya, Székely Evelin, Szentesi Dorina, Vajó László, Varga Gergő, valamint az osztályfőnök, Kovácsné Kun Eszter. Búcsúzó tanulóink szüleinek és hozzátartozóinak most néhány perces fényképezési lehetőséget biztosítunk. Ballagási ünnepségünkön sok szeretettel Pándi Ildikó önkormányzati képviselőasszonyt, intézményünk nyugdíjas igazgatóját. Márkiné Bihari Anitát, a szülői munkaközösség elnökét. Főtisztelendő Gulyás Zsoltatyát, Karcagváros plébánosát, érseki tanácsost, iskolánk lelki vezetőjét. Intézményünk vezetőjét, Kovács Miklósné igazgatónőt. Köszöntöm intézményünk nevelőtestületét, dolgozóit, a kedves szülőket, hozzátartozókat, meghívott vendégeinket. Te, aki nyitott szemmel jársz a világban. Te vagy az, aki észreveszi az élet apró szépségeit. Te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell. Általad lesz ez a világ még szebb és jobb. Mi legfeljebb segítettünk neked. Kálna Adél gondolataival sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves búcsúzó diákjaink. Tervekkel, álmokkal, vágyakkal, az ismeretlentől félve ültök most itt, és talán úgy érzitek, túl gyorsan elfogyott az út, melyre 8 évvel ezelőtt léptetek, s még maradtak ki nem használt lehetőségek. Azért bízom benne, hogy a szünetek forgataga, a diákprogramok és a tanítási órák emlékezetes poénjai mellett talán hiányozni fognak a különös izgalommal megélt számonkérések, és emlékezetes lesz számotokra az utolsó 2 év digitális oktatással lezajlott időszaka is. Első búcsúztatóként tisztelettel felkérem intézményünk vezetőjét, Kovács Miklósné igazgatónőt, ossza meg veletek és szüleitekkel útra való gondolatait.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves ballagó diákok, kedves ünneplők! Tisztelt igazgatónő, elnökasszony, plébános úr! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Györfi István Katolikus Általános Iskola 2020-2021. Tanévi ballagási ünnepségén végzős tanulóinkat, az őket ballagtató osztályfőnököket, gyermekeikre büszke szülőket, meghívott vendégeinket, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját és minden kedves vendégünket. Ma kicsit más ez az ünnep, hiszen szűkebb körben búcsúzhatunk a ballagó diákjainktól, hiányoznak a rokonok, ismerősök, barátok, akik erre a különleges eseményre nem kísérhették el az ünnepelteket. Kárpótolnak majd az online közvetítések és az alkalomról készült fényképek, tudósítások. Kedves ballagók! Eljött a pillanat, hogy mint az intézmény igazgatója, elköszönjek tőletek. Ahogy végignézek ismerős, kedves arcotokon, ami néhányótoknál most is huncut az élmény izgalmától, másoknál könnyes a pillanat a búcsú gondolatától, ezer és ezer emlék jön elő. Az itt töltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt a 8 év alatt. Nehéz belegondolni abba, hogy az eltelt 8 év, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Az eltöltött évek alatt sok minden változott. Van azonban, ami állandó maradt. Ilyen a gondoskodás, az aggodalom és a szeretet, amit irántatok érzünk. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bánatot. Olyan is volt, hogy haragudtunk rátok. Az elkövetett csintevések miatt, de az is értetek, és nem ellenetek volt. Ne feledjétek, a tanár attól követel, akit szeret, akit tisztel, és szeretné, hogy több legyen. Bízunk benne, hogy értékes tudással, élményekkel, meghatározó keresztény értékrenddel, jellembeli alapvetésekkel gazdagon indultok el a középiskolába és az életbe. Bízunk bennetek, hogy a választott iskolátokban helytártok, és sok jót hallunk még felőletek. Kedves ballagó diákok, gondoljunk néhány pillanatig azokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Itt, az iskola falai között köszönettel tartozom tanáraitoknak, osztályfőnökeiteknek, akik az évek folyamán gondoskodtak arról, hogy önfeledt, boldog, hasznos tanulással eltelt általános iskolás éveitek legyenek. Sokat tanuljatok, és folyamatosan fejlődjön a személyiségetek, és legyen hitetek. Mi pedagógusok akkor vagyunk igazán boldogok, és akkor vagyunk elégedettek a munkánkkal, ha tanulóink magukkal viszik a tanulás, a tudás ízét, tiszteletét, méltóságát. És ha nem csak a tanítási órák ismeretei hatottak tanulóinkra, hanem az iskola egész létével formálta személyiségüket. Kedves ballagók, legyetek hálásak szüleiteknek, a családotoknak az önzetlen gondoskodásért. Mi is köszönettel tartozunk, hogy partnerként tudtunk együttműködni a nevelésetekben, és mindenben támogattak bennünket. Kedves szülők, legyenek büszkék gyermekeikre, az eddigi sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiába való, megérte. Hiszen a 8 év alatt kisgyermekből helyes, értelmes, gondolkodó ifjakká lettek gyermekeik, akik készek a továbblépésre a következő iskolafokozatba. Kedves ballagók, köszönettel tartozunk még a fenntartó Egri Főegyházmegyének a zavartalan nevelő-oktató munka feltételeinek biztosításáért, az iskolánk lelki vezetőjének a hitben való gyarapodásotokért. Köszönöm Karcagváros önkormányzatának és képviselőtestületének,
hogy elismeréssel kísérik figyelemmel az iskolánkban folyó munkánk eredményességét. Kedves 8. A és 8. B osztályosok! Ma 44-en, amikor búcsút intetek a nektek sorfalat álló alsóbb éveseknek, a hetedikesek által csodálatosan feldíszített Alma Maternek, kívánjuk, hogy találjátok meg lehetőségeiteket a választott új iskolátokban. Kössetek új barátságokat, de ne felejtsétek el a régieket sem. Látogassatok vissza hozzánk a Györfibe. Valamennyiőtök álmai váljanak valóra. Legyetek sikeresek a tanulásban, a munkában, találjátok meg a boldogságot a magánéletben, a családban. Ehhez legyen jó egészségetek, hitatek, kitartásotok és türelmetek. Nevelőtestületünk nevében Márai Sándor sorait teszem lelki útravalóként Ballagó tarisznyátokba. Az élethez türelem kell, de a csodához bátorság kell. Az egyszerű, a csendes csoda, mikor valaki elég bátor ahhoz, hogy az életben türelmes legyen. De ez nagyon nehéz. Kívánjuk, hogy nektek sikerüljön. Minden győrfis nevében szeretettel búcsúzom tőletek. Isten áldjon és tartson meg örök szeretetében titeket. Köszönöm szépen a figyelmet. Megköszönöm igazgatónő búcsúzó szavait. Tisztelettel megkérem Zsolt atyát, iskolánk lelki vezetőjét, helyezzen végzős diákjaink képzeletbeli tanisznyájába néhány útmutató gondolatot. Először is szeretném felolvasni a fenntartónk nevében dr. Ternák Csaba érsek úrnak a búcsúzó levelét. Kedves Ballagó diákok, kedves szülők és hozzátartozók! Életünket több mint egy éve rendkívüli módon megnehezíti a koronavírus járvány. Ebben a különleges helyzetben a magyarországi sajtó képviselői kiválasztották a 2020 év legfontosabb szavát, amely az egymás szó lett. Anyanyelvünk egyetlen kölcsönös névmása kifejezi azt, hogy családunk és barátaink nélkül nem élhetünk teljes emberi életet. Egymásra vagyunk utalva, egymásért és egymásból élünk. Jézus Krisztus ezt a kölcsönösséget a barátság síkján így fogalmazza meg János evangéliumának 15. fejezetében. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Bízom abban, hogy a katolikus iskolában megértettétek, megtanultátok, és megtapasztaltátok, hogy az igazi barát, aki életét adta értetek, maga Jézus Krisztus, aki mindig veletek marad. Az ő nagyszerű példája segítsen benneteket, hogy ti is az igaz barátok legyetek, mindig is mindenütt hely tudjatok állni a nagybetűs életben, és tudjatok másokért élni. Tanulmányaitok befejezése alkalmából veletek együtt adok hálát a teremtő és gondviselő Istennek, az iskolátokban szerzett tudásért, az elmélyített hitért, minden szép élményért és tapasztalatért. Életetekre, családotokra és iskolátokra
Isten bőséges áldását és a boldogságos Szűz Mária oltalmát kérem. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Eger 2021. május 28-án, dr. Ternyák Csaba, egri érsek. Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek, hosszú útparából köpönyeget veszek. Fújd de jó szél, fújd el, hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, az én szívem búját. Kedves búcsúzó nyolcadikosok, kedves vendégeink, kedves szülők! Ezt a régi népdalt hívom segítségül, hogy tőletek elköszönjek, és az Isten áldását kérjem rátok. Az ember már kisgyerekkora óta szeretne világgá menni, szerencsét próbálni, világot látni. Az út a szülőföldről indul, a nagyvilág pedig lehet, hogy a szomszédos település. Kedves nyolcadikosok, ti is útnak indultok, s az út hosszú, és sok minden vár rátok. Köpönyeget vesztek, ami az emberi sorsotokat jelenti. Mindenki más, de a sorsunkat alakíthatjuk. Van, ami rajtunk múlik, van, amiért mi tehetünk. Jó, ha az úton lévő vándor tudja, hogy hová megy, tudja, hogy hol tud megpihenni, újult erővel tovább menni. A tanáraitokkal, nevelőitekkel együtt bízunk abban, hogy itt a Györf István Katolikus Általános Iskolában megkaptátok azokat az alapokat, amivel a későbbiekben boldogulni tudtok. Az úton levés azt is jelenti, hogy az útpora elkerülhetetlen. A megpróbáltatások, küzdelmek, nehézségek jelen lesznek a ti életetekben is. De bízunk abban is, hogy a jó szél elfújja a hosszú útnak porát. A jó szél jelenti a jó szerencsét, lehetőségeket, örömöket, ami a bút elfeledteti. A hívő keresztény ember tudja, hogy Isten végig kíséri útján, és az út végén ő vár ránk. Hívő nagyszüleink, dédszüleink tudták ezt, mert élő hittel minden nehézségen felül tudtak emelkedni. Azt kérem a jó Istentől, hogy az ő áldása tegye teljessé a ti életeteket is. Szent Patrik úti imádságával búcsúzom. Uram Jézus, járj előttem! Ha lankadok, állj mögöttem! Pajzsomként lebeg fölöttem! Jobbról, balról segíts engem! Mindig téged keresselek, mindig táplálkozzam veled. Minden léptemben szüntelen, de csak te jöjj szembe velem. Te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Amen. A Jóisten áldása legyen veletek, Isten áldjon benneteket. Megköszönöm Zsolt atya búcsúzó szavait. Kedves ballagunk, nemrég énekeltétek az iskola folyosóján, a mi időnk itt a Györfiben lejárt. Engedjétek meg, hogy az itt maradó győrfis társaitok nevében Madarász Emese 7. áosztályos tanuló egy verssel, majd Márki Réka 7. áosztályos tanuló néhány mondatban búcsúzzon el tőletek. Kis Kálmán, szonett ballagoknak. Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep. A szó, a könyv, a mosoly és a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely utalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák,
most jelképezi zöld májusi ág, s halljuk reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal, búsan szól. Szép lassúsággal búsan szól az ének. Föl-föl repülve, leszáll, tétováz, a sok kopott pad integet felétek, tán könny is csordult, nem tudni okát. Elsápadva a messzeségben néztek, szívetekben fölzeng, hogy tovább. Az Úr vezessen végig az úton, szerte szét, ha sodor is a sors, mert ha ő benne bízva bízunk, nagy örömben majd találkozunk. Kedves diáktársaim, Ballagó nyolcadikosok! Eljött a búcsú ideje. Búcsúzás a 8 évig otthont adó iskolától, tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes, szép emlékeket, a nyári táborok, kirándulások élményeit, a sportversenyek, nagy bilócsaták izgalmas pillanatait. Gondtalan, vidám diák éveket töltöttünk együtt. Míg jóformán el sem hervadnak a mai gyönyörű virágjaitok, mire egy új közösség tagjaival váltok, újra ti lesztek a legkisebbek, akiknek minden és mindenki új. Szeptembertől nem találkozunk naponta a folyosón, a sportcsalanokban és meg annyi helyen, melyekhez a veletek átélt szép emlékek kötnek. Ne felejtsétek el azonban, hogy az iskola minden diákja és tanára visszavált titeket, hogy együtt örülhessünk a további sikereiteknek. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól érezzétek magatokat, becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Megígérjük, hogy a tőlünk telhető legjobb módon betartjuk a nyolcadikosok szerepét, tovább visszük az iskola hagyományait. Tanulmányi és sporteredményeinkkel ugyanúgy öregbítjük az iskola hírnevét, ahogyan azt ti is tettétek. Diáktársaim nevében Arany János szavaival kívánunk nektek, Ballagóknak sok szerencsét az előttetek álló úthoz. Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, és építkarunk egy szebb holnapot. Végzős diákjaink nevében Szabó Krisztina Éva, 8. A osztályos tanuló köszön el az iskolát. Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaink, drága szüleink, vendégeink! Egy éve még mi köszöntünk el az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztük idősebb diáktársainkat a ballagásukon, s szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk. Várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Várva várt, hiszen a mai nap rólunk szól. Nekünk állnak sorfalak, a mi kezünkben gyűlik a virág, ma bennünket búcsúztatnak. Nehéz, mivel ezen a napon lezárul életünk egy szakasza. Nagyon vártuk, s csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Otthon voltunk. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit, hol találhatunk, kiben bízhatunk. 8 évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit. De tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket, és segítségükkel elsajátítottuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát és a számolás sejtelmeit. Aztán felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk. Mások lettek a gondjaink, mások a céljaink. És az idő egyre csak múlt. És most itt állunk, Ballagó nyolcadikosokként. Az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. A kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai. Mosolyogva emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúzunk egymástól.
Akkor kimentünk az udvarra, és egymás szavába vágva meséltük az elmúlt évek eseményeit, élményeit. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem várnak ismerős arcok. Az elmúlt 8 év emlék lesz. Egy emlék, amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el, nem tűnhet el nyom nélkül. Búcsúzunk tanárainktól. Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanítók szava, amely törvény volt, sokáig kísért bennünket. Igaz, ez az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom magam és diáktársaim nevében az osztályfőnökünknek és a tanárainknak ezért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában is. Elismerjük, hogy nem voltunk mindig mint a osztály. Az eszünkkel tudtuk, hogy ez a magatartás nem célra vezető, de valahogy mégsem tudtunk parancsolni magunknak. Erre azt szokták mondani, hogy az idő megszépíti az emlékeket. Bízunk benne, hogy ez velünk is így fog történni. Elfelejtik a bosszúságokat, és csak a szép emlékek maradnak meg. Kedves hetedikesek, most hozzátok szólunk. Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat. Ti most átveszitek helyünket, s bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött éveket nem felejtitek el. Utoljára szüleinkhez szólok, hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, az felsorolni is lehetetlenség. Köszönjük nekik mindazt, amit értünk tettek, és tesznek ezután. Köszönjük a sok segítséget, még az online oktatás keretein belül is, hiszen az otthoni közvetlen segítség ti voltatok a tanárok mellett. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittetek bennünk, lelket öntöttetek belénk. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel mindezt meghálálni. Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt iskolapadoktól. Sohasem feledjük el, hogy a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanulói voltunk 8 hosszú éven át. Végül Kodály Zoltán szavaival búcsúzom. Életed útját magad választod. Választhat úgy, ha egyszerűen indulsz, nincs már visszaút. Köszönöm búcsúzó tanulóink gondolatait. Kedves vendégeink, Pallagó diákjaink! Ünnepségünk elismerések, díjak, kitüntetések átadásával folytatódik. Az 1991-92-es tanévtől hagyomány iskolánkban, hogy legkiválóbb Pallagó diákjaink tanulmányi munkáját iskoláért emlékplakettel ismerjük el. Az emlékplakettek átadására tisztelettel felkérem Gulyás Zsolt atyát, a díszoklevelek átadására pedig Kovács Miklósné igazgatónőt. Az elismerésben részesülő tanulók kérem maradjanak az emelvényen a díjkiosztás végéig. Megkérem kedves vendégeinket, a jól megérdemelt tapsal csak a díjkiosztás végén jutalmazzák tanulóinkat. A 2020-2021-es tanévben a kuratórium iskoláért emlékplakettet adományoz a következő tanulóknak. Madar Szilvia Nóra, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi munkájáért, közösségben végzett önzetlen tevékenységéért. Újvárosi Dorina, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségben végzett önzetlen tevékenységéért, a történelem tantárgy terén elért kiemelkedő eredményéért. Szabó Krisztina Éva, példamutató magatartásáért, szorgalmáért,
a Diák Önkormányzat elnökeként végzett önzetlen tevékenységéért, iskolai ünnepségeken nyújtott kiemelkedő szerepléseiért. Esz Nagy János Gábor példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi munkájáért, matematika, angol nyelvi versenyeken elért, kimagasló, országos, megyei és városi eredményeiért, kiváló helytörténeti pályázataiért, sikeres, középfokú, komplex angol nyelvvizsgájáért. Törzsök Hanna példamutató magatartásáért, szorgalmáért, biológia és rajzversenyeken elért, kimagasló eredményeiért, közösségi tevékenységéért. Tóth Vilmos példamutató magatartásáért, szorgalmáért, matematika versenyeken elért, kimagasló megyei és városi eredményeiért. Ab Gábor példamutató szorgalmáért, magatartásáért, jeles tanulmányi munkájáért, sikeres középfokú komplex angol nyelvvizsgájáért, angol, matematika és sportversenyeken elért eredményeiért. Györfi Edit példamutató szorgalmáért, magatartásáért, jeles tanulmányi munkájáért, közösségben végzett önzetlen tevékenységéért, helytörténeti pályázatokon való részvételéért. Szívből gratulálok a Györfi emlékplakettben részesült tanulóinknak, további szép sikereket kívánok nekik. Kiváló ballagó diákjaink elismerését könyvjutalmak átadásával folytatjuk. A könyvjutalmak átadására tisztelettel felkérem Zsolt atyát, valamint igazgatónőt. Könyvjutalomban részesülnek a 2020-2021-es tanévben a következő tanuló. Kovács Luca példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmányi munkájáért, a közösségben végzett aktív tevékenységéért. Kálmán Nagy Csenge a közösségben végzett tevékenységért, az iskolai műsorokon és ünnepeken nyújtott kiemelkedő szerepléseiért. Örlős Anita Beáta példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi munkájáért, a közösségben végzett aktív tevékenységért. Szívből gratulálunk a könyvjutalomban részesülő tanulóinknak. Zsuzsanna és dr. Farkas Béla 1999-ben egy vándorkupát adományoztak iskolánknak. A díj alapító okirata szerint az a tanuló kapja meg egy évig a kupát, aki példamutató magatartásról és kiemelkedő sportolási tevékenységről ad számot. A vándorkupát a 2020-2021-es tanévben a sport terén elért eredményeiért a nevelőtestület Pap Gábor 8. B-osztályos tanulónak ítélte oda. A vándorkupa átadására felkérem Pánt Ildikó képviselőasszony, oklevél átadására intézményünk vezetőjét, Kovács Miklósné igazgatónőt. Gratulálunk Gábornak a díjhoz, és további sikereket kívánunk. Búcsúzó ünnepségünket a Diák Önkormányzat elismerésének átadásával folytatjuk.
A Györf István Katolikus Általános Iskola diákönkormányzata iskoláért Vándorkupa díjban részesíti a diákönkormányzatban több éven át végzett lelkiismeretes közösségi munkájáért Szabó Krisztina Éva, 8. osztályos tanulót. A Vándorkupa átadására felkérem Pánti Ildikó képviselőasszonyt, a díszoklevél átadására Kovács Miklós igazgatónőt. Gratulálunk Krisztikének a díjhoz, és további szép sikereket kívánunk. Tisztelettel megköszönöm a közreműködést a díjak átadásában. Örömmel és nagy büszkeséggel tájékoztatjuk a kedves szülőket, vendégeinket, hogy a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a tanulmányi munkában és a sportban mutatott szorgalmáért, kitartásáért, küzdeni tudásáért, eredményeiért a Karcagváros jó tanulója, jó sportolója díjat 2021-ben iskolánk ballagó diákjának, Pap Gábor, 8. B osztályos tanulónknak adományozta. Kérlek, állj fel, Gábor! A Karcagváros jó tanulója, jó sportolója díj átadására a tanévzáró ünnepségen kerül sor. Szívből gratulálunk Gábornak és családjának. Nagy büszkeséggel és örömmel tájékoztatjuk a kedves szülőket, vendégeinket, hogy az Egri Főegyház megye tanévzáró Tedeumán érseki kitüntetésben részesült iskolánk tanulója S. Nagy János Gábor. A kitüntetés átvételére 2021. június 9-én került sor Gyöngyösön, a Szent Bertalan templomban. Szívből gratulálunk, kérlek János, fáradj ki az emeldényre. S. Nagy János iskolán kiemelkedő teljesítményű 8. osztályos diákja. Kitűnő tanulmányi eredmény, példamutató szorgalom és magatartás mellett a vállalkozó szellem, a kötelességtudat és a segítőkészség jellemzi. Széles érdeklődési köre már az alsó tagozatban is megmutatkozott. A matematika iránti elkötelezettségét megcsillogtatta versenyeken nyújtó szép eredményeivel. A reáltárgyak iránti tudásvágyát tovább bővítve az angol nyelv tanulása mellett is elköteleződött. Példaértékű szorgalma és kitartása ezen a területen is kiemelkedő teljesítményt eredményezett. Ebben a tanévben sikeres, komplex középfokú nyelvvizsgát tett. Középiskolai tanulmányait a debreceni Fazekas Mihály gimnáziumban folytatja matematika-fizika tagozaton, melyhez nagyon sok kitartást, szorgalmat és sikert kívánunk. Az érseki kitüntetéshez az intézmény nevében szívből gratulál és ajándékot ad át Gulyás Zsolt atya, iskolánk lelkivezetője, valamint Kovács Miklósné igazgatónő. Sok szeretettel gratulálunk Jánosnak. Hagyomány intézményünkben, hogy a tanév lezárásakor megköszönjük azoknak a szülőknek a segítő munkáját, akik 8 esztendőn keresztül támogatták iskolánkat, aktív szervező munkájukkal hozzájárultak rendezvényeink sikereihez. Ajándékot és oklevelet ad át köszönetünk és hálánk jeléül igazgatónő, valamint Márkiné Vihari Anita, a szülői munkaközösség elnöke. Köszönetünket szeretnénk kifejezni Kálmánné Nagy Mária szülőnek.
Antal Zita szülőnek. Kerekiné Kabai Zsuzsanna szülőnek. Pap Krisztina szülőnek. Valamint Györfiné Bojti Edit szülőnek. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat. Kedves vendégeink, ballagási ünnepségünkön zászló és kopjafa átadás, szalagkötés és koszorúzás következik. A zászlót és kopjafát átadják Erdei László Kálmán Nagy Csenge 8. A és Györfi Edit 8. B osztályos tanuló. Az itt maradó társaik nevében átveszik Győri Péter Nagy Emese 7. A és Tukarcs Hanna 7. B osztályos tanuló. A zászló és kopjafa átadás közben az aulában lévő Györfi szobornál koszorút helyeznek el Szentesi Adrien 8. A és Szabó Szonya 8. B osztályos tanuló. Kedves 7. osztályosok, a zászlót és a kopjafát átadom, kérlek benneteket a Györfis hagyományainkhoz híven őrizzétek. A zászlót és a kopjafát átveszem, és társaim nevében ígérem, hogy a Györfis hagyományokhoz híven átveszem. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek dédszüleink, nagyszüleink örökségével, nemzeti és kulturális hagyományainkkal, a néptánc segítségével. Sajnos az idei tanévben nem kerülhetett megszervezésre a Györfi Néptánc Gála, ezért búcsúzó diákjaink itt a ballagási ünnepség keretei között szeretnének elbúcsúzni a 8 esztendőn át tartó, értékmentő és értékmegőrző tevékenységüktől. Szalag felkötésére kérem Kovács Luca 8. A, Kereki Gabriella 8. B osztályos tanulókat, közreműködik Kovács Réka 7. A osztályos tanuló. Thank you.
Kedves ballagó nyolcadikosok, engedjétek meg, hogy tolmácsoljam a számotokra érkezett gratulációkat. Kedves ballagó diákok, Karcagváros önkormányzata és hivatala nevében ballagási ünnepségetek alkalmából szívből gratulálok. A tanév végéhez közeledve eljött számotokra a búcsú ideje az iskolától, tanáraitoktól, társaitoktól, megköszönve a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő munkáját, társaitoknak pedig az együtt töltött évek közös élményeit és az itt szövődő barátságot, kedves szüleitek törődését, támogatását. Biztos vagyok benne, hogy az itt kapott tudás biztos alapot képez további tanulmányaitokhoz, melyhez sok sikert, magánéletetekhez pedig sok boldogságot kívánok. Üdvözlettel, Szepesi Tibor, polgármester. Emlékezetes, szép ünnepet kíván Györfi János, iskolánk névadójának unokája Budapestről. Egyszer mindent elér az ember, azt is, mi most még messze cél. Csak küzd és áldozz, ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi babér. A Madarász Imre Egyesített Óvoda dolgozói nevében Bertolt Brecht szavaival köszönt benneteket Gulyás Ferencné intézményvezető. Ballagásotok alkalmából szívből gratulál és további sikereket kíván a Karcagi Arany János Általános Iskola Nevelőtestülete és Tanulói Fiúsága nevében Szentesiné Nánási Künte intézményvezető. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének tanulói és dolgozói nevében Karas Elvira tagintézményvezető. A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének valamennyi dolgozója és tanulója nevében Mester Anikó tagintézményvezető. A Karcagi Nagykó Református Általános Iskola munkatársai nevében Földváriné Simon Ilona igazgatóasszony. Gratulálnak, és további tanulmányaitokhoz sok sikert és jó egészséget kívánnak az iskolavédőnök. Ballagásotok alkalmából szívből gratulál az Essen Gyermekétkeztetési Kft. Vezetője. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ballagásotok alkalmából szívből gratulálok, további tanulmányaitokhoz sok sikert, örömöt, céljaitok eléréséhez rengeteg kitartást kívánok. Kovácsné Vadai Viktória Judit, egyháztanácstag, valamint családja. Kedves vendégeink, a ballagó nyolcadikosok egy közös dallal vesznek búcsút tanáraiktól, az iskolától, és mondanak köszönetet szüleiknek. Kérlek benneteket, álljatok fel! Hiszen most is játszol, sokan teszed.
Búcsúzó 8. osztályos tanulókat elszálló léggömbökkel indítja útnak jelképesen a két osztályfőnök. Kedves ballagó 8-osok! Most eljött az ideje, hogy az összeforrott kis társaságok szétváljanak, és mindenki az általa választott úton tovább haladjon. Kísérje ezt az utat sok-sok siker. Az emlékezés léggömbjei vezessenek titeket a középiskolai évek felé. Útra valóul fogadjátok Nagy László szavait. Töröld le könnyedet, kísérd szemedben mosoly legyen és derű, minden nap kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű. És most engedjük el az emlékezés léggömbjeit. Béla versével búcsúzom tőletek, valamennyi benneteket tanító pedagógus nevében. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Kedves vendégeink, köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték intézményünket, búcsúzó diákjainkat. Ezzel ballagási ünnepségünk véget ért. Végzős tanulóink, osztályfőnökeik vezetésével osztálytermeik bevonulnak. Tisztelettel kérjük vendégeinket, itt a díszudvaron várják meg gyermekeinket. Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!